A szünidő alatt a városi könyvtár is táborral várta a gyerekeket. Az elmúlt héten bárki színes kézműves foglalkozáson vehetett részt az intézményben, melyre ez alkalommal a vártnál is többen érkeztek. A létszámot az 25 főbe korlátoztuk volna, de nagyobb nagy érdeklődés volt ezekre a programokra, hát körülbelül 40-40-en vannak minden nap. Nagyon ügyes gyerekek vannak a városban, tehát nagyon kreatívak és nagyon tehetségesek. Várják nagyon, és készülnek arra, hogy mi fog történni, mert minden nap egy új nap, és minden nap próbálunk tényleg olyan lehetőségekkel elődrukkolni, amit még nem ismernek a gyerekek. Én úgy gondolom, hogy leköti a délelőtti szabadidejüket. A tábor résztvevői a hét minden napján színes apróságokat készíthettek a felnőttek segítségével, akik egyúttal a megfelelő felügyeletről is gondoskodtak számukra. A szüleim dolgoznak, és mégis úgy jobb, hogyha a felnőttek körülöttem vannak és segítenek, ha valamit nem értek, akkor meg segítenek. A tábor ideje alatt többen segítettek a könyvtár munkatársainak az ötletes tárgyak elkészítésében. Kezdtük a Beke Emőkével, utána folytatódott a Császábikivel, a mai nap a Kismárt, és holnap pedig a Fürbi Gábor is segít nekünk. Hétfőn csináltunk madarat meg szívecskét, szerdán csináltunk egy ilyen virágot, lehetett meg papagájt, most meg csinálunk ilyen virágokat. Sokféle papírból, meg szénából is csináltunk, meg csináltunk ilyen kartonpapírokból is. Az a virág is tetszett, amit most csinálunk, mert jobb, mert szivárványos. És ezt hogy kell elkészíteni? Elég sok segítséget is kaptok hozzá. Hát úgy kell elkészíteni a papagájt, hogy így összehajtjuk, meg vágunk ilyen szárnyat neki, meg fejet csinálunk, szemet, csört, és akkor ezek. A tábor ez alkalommal is ingyenes volt a gyermekeknek. A felmerülő költségeket a könyvtár finanszírozta.